Jó estét kívánok, köszöntöm a heti Mottónk nézőit, íme kulturális magazinunk képes tartalomjegyzéke. Jubilált a Bújtor Filmfesztivál, 10. alkalommal versenyeztek az alkotások Balatonszemesen. Különleges koncert a Balatonon, rendhagyó helyszínen élvezhette a közönség Veres Ábel zongora játékát. Kikapcsolódás és alkotás egy helyen, Nagyatádon találkoztak a szobrászok. 10. alkalommal rendezték meg Balatonszemesen a Bújtor István emlékére létrehozott filmfesztivált. A szervezők idén is kitettek magukért, hiszen már a nyitónapon is számtalan újdonsággal találkozhattak az érdeklődők. Az előválogatást követően a szakmai zsűri elé ebben az évben 52 versenyfilm került. Ezek közül 4 filmalkotói vehették át a Bújtor István díjat, játékfilm, dokumentum és ismeretterjesztő film, valamint versfilm kategóriában. A 4 napos fesztiválon a filmek mellett az érdeklődők számtalan kísérő program, kiállítás és előadás koncert között is válogathattak. Az ötvös csöpi filmek hangulatát idézték meg a szervezők. Ezzel a korhű rendőrautóval és Bújtor Balázs járgányával érkeztek a szervezők és a család tagjai a Balatonszemesi Latinovics Zoltán művelődési ház bejáratához. Egyszerűen beakadt, ilyen volt gyerekkorunkban, és muszáj volt egy ilyet szerezni. És nincsenek semmi köze az ötvös csöpi filmekhez? Dehogy nem, persze. Hát az az én gyerekkorom, tehát annyira... Jó, amikor ezt vezetem, persze nem kényelmes igaziból már a mai autókhoz képest, de azért isteni jó. Hát ebben nőttem fel egy ilyenbe. Milyen érzés azt így családtagként, fiúként megélni, hogy így emlékeznek édesapádra? Hát nagyon jó, ezt 10 éve érzem, hogy nagyon komoly a rajongótábor, de ez minden elképzelést felülmúl, ami itt van most, hát teljes full show. Nagyon jó. Papám nem szerette volna ezt a felhajtást, hallom is, hogy dörmök, hogy na, hát azért most már ezt nem kellett volna, de azért remélem, hogy örül. Nem kellett kiöltözni, az még nagyon fontos, hogy nem kellett kiöltözni, ez direkt benne volt a levélben, úgyhogy ez nagyon jó volt. Én azt gondolom, hogy ez a Bújtor Fesztivál, filmfesztivál, ez mindent megérdemel, mert István olyan örökséget hagyott ennek az országnak, ami lám-lám 10 év óta is él, és ahogy az emberek szeretik, az számomra egy olyan megható érzés, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és ezt láthattam. A 10. jubileumi fesztivált a humor, a rejtély, a titok, az emberi élet sokszínűsége köré építették fel a szervezők, pont olyanná formálva a 4 napos eseményt, mint amilyen Bújtor István életútja is volt. Azt szeretük volna, hogy tényleg a humor felől közelítsünk, és ha valóban az ember úgy gondolja, hogy Bújtor István vagy ötvös csöpi után a humort, a könnyedséget akarja megfogni, akkor egy ilyen filmfesztiválra Vörös Szőnyegen, de Klodgatyában érkezik, és valóban azzal a fajta hangulattal, ami a Balaton közelségében vagy az ötvös csöpi filmben benne van. És jó azt látni, hogy ezt nem csak én gondoltam így, mert az egy dolog, hogy a fesztivál igazgató mit csinál, de hogy a Bújtor család maga is önnön magáénak érzi ezt a dolgot így, és a zsűri minden tagja, Janis Attila vezetésével, az tényleg azt jelzi, hogy valamit eltaláltunk, és látható az is, hogy a közönség pedig reflektál erre, valóban veszi a poénokat, és valóban közreműködik, együtt él a fesztivállal. Ez így a jó, ez egy közösségi fesztivál, igazi szakmai tartalommal, és valódi könnyed humorral, szórakozással, ami mindenkire, minden egyes magyar emberre ráfér. Hogy látjátok, az emberek emlékében mennyire él még mindig Bújtor István eszmeisége, amit ő képvisel? Én azt látom, hogy a bújtori humor az nagyjából úgy kell ma, mint egy falatkenyér. Mindegy, hogy milyen nemzedék, milyen generáció tagja érkezik be egy Bújtor filmet megnézni, hogyha valaki látott mások ötvös csöpi filmet, akkor az azért fog rajta jó szórakozni, ha valaki pedig még nem, és azt látni tényleg a legfiatalabbakon, akkor rácsodálkozik arra, és végig izgulja, végig neveti a filmeket, tehát magyarul ez az igazi örökzött humor, hogy tud élni. És ami még fontos, hogy ebből a filmekből olyan előzeteseket is készítettünk, és mások is készítettek, ami a 21. század technológiáját is, gondolkodásmódját vagy látásmódját használja, és az látszik belőle, hogy valóban igazi, mai, tehát jelenkor is korszerű humor és nagyon-nagyon komoly krimi kerekedik ki belőle. Az persze csak egy profán dolog, hogy az ember ebből mit próbál meg megvalósítani. De én azt gondolom, hogy Bújtor István
ha nem is szerette a nagy felhajtást, azt szerette, hogyha elismerik azt, amit ő csinált. Hiszen azért dolgozik az emberi közönség, elismeri, amit ő tesz. És azt gondolom, ennél nagyobb elismerés, hogy 10 évvel a halála után is ő itt van velünk, örökzöld tud lenni. És van egy óriási kultusza, ez pont azt bizonyítja, hogy egy ilyenfajta életmű nem tud elsikadni, és egy producer, egy színházigazgató, egy rendező, színművész, előadó művész, dramaturg és forgatókönyvíró, aki egy személyben ilyenfajta életutat tudott maga mögött, az valóban minden egyes szálon tovább tudja hálózni ezt a dolgot. Itt Balatonszemesen, az ország egészében és akár egész Európában. Az idei filmfesztiválra 106 filmes alkotásból 52-t válogattak be a versenyprogramba, ahol aztán a Janis Attila rendező által vezetett szakmai zsűri még alaposabb értékelésnek vetette alá a játékfilm, dokumentum és ismeretterjesztő, valamint versfilm kategóriákban készült alkotásokat. Van egy csomó, amit ebben a milyen kém, ez a mert az dokumentum, akkor az is az ismeretterjesztő filmbe tartozik. A szakmai stábnak az idén sem volt könnyű dolga. Én, mint filmrendező, én is tudom szakmailag indokolni a véleményemet, de nem mellékes, hogy milyen hatást gyakorol rám a film. Tehát egy filmnek szakmailag és hatásában is működnie kell, és tulajdonképpen ezt mérlegeljük, amikor különféle szempontok szerint és különféle szakmákból érkezve megpróbáljuk kialakítani azt, hogy melyik film lehet az, amelyik a leginkább érdemes arra. Plusz itt még ugye van ez a fontos szempont, ugye, hogy Bújtor István Filmfesztivál, ugye Bújtor István emlékének szentelve, aki egy nagyszerű színész volt, aki egy Tú Inván színész volt, ugye, mert az egyik oldalon a Pogány Madonna, a másik oldalon meg a Jancsó filmek. Tehát, hogy mi a Bújtor István szellemiség, az is ugye egy kétoldalú dolog, mert van, aki mondjuk csak a Pogány Madonnából ismeri, de a másik oldalon meg klasszikus nagy magyar filmekbe, komoly drámai filmekbe játszott nagyon fontos szerepeket. Aztán Talpuk alatt fütyül a szél, a Szomjas Gyurinak az Isztennyei. Szóval, hogy egy nagyon, nagyon komplex személyiségnek áldozunk, vagy emlékezik, vagy állít emléket, méltó emléket ez a filmfesztivál. Úgyhogy ez is benne van, hogy melyik film az, ami a leginkább méltó lesz a Bújtor Istvánnak ennek a komplex személyiségéhez és tehetségéhez. Az idén 4 filmes alkotást ismertek el Bújtor István díjjal. A közönség a 4 nap során nem csak a filmeket, de Bújtor István személyes tárgyaiból készült kiállítást is megtekinthette. Chopin, Liszt, Haydn és Rachmaninov művek is felcsendültek Fonyódon, a Klasszikusok a Balaton hullámain című esten. A zenekedvelőket ezúttal is Veres Ábel szórakoztatta zongora játékával. A koncert különlegessége, hogy a közönség egy hajón, a naplementében élvezhette a fiatal zenész előadását. Chopin, Liszt, Haydn és Rachmaninov művek is felcsendültek Fonyódon, a Klasszikusok a Balaton hullámain című esten. Veres Ábel zongoraművész immár 3. alkalommal adott koncertet a Balatonon, ezúttal a Fület katamarán fedélzetén. Tavalyi nyáron jött az ötlet. Hát igazából a Fonyód város vezetése, a programszervezők, és részben az én ötletem is volt, hogy valahogyan próbáljunk meg valamit a Balaton közepén, még így indult, aztán rájöttünk, hogy egy hajón, és akkor közben naplemente, Balaton csodálás, és akkor így született az ötlet, tehát közösen alakult, vagy fogalmazódott meg bennünk. A fiatal zongorista 12 éves korában szerette meg a klasszikus műveket, és azóta folyamatosan fejleszti zenei ízlését, amelyet gyakran megoszt a nagy érdeművel is. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi fogott meg benne, mivel ez hát már jó ideje volt, mióta ezt az egészet művelem.
igazából nagyon-nagyon szerettem a zenét. Tehát úgy kezdtem el zongorázni, előtte rengeteg zenét hallgattam, megszerettem a komoly zenét, nem tudom, hogy hogyan, de rögtön megéreztem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és rögtön megéreztem azt is, hogy ez egy óriási érték, ami a mai világban sajnos egyre kevesebb helyen hallható, és ezt próbálom én megőrizni, konzerválni valamilyen szinten. Az egyórás koncertre nem csak helyiek érkeztek, hanem az egész megyéből, sőt Budapestről is. Veres Ábel zongorajátéka egyre népszerűbb és egyre többen ismerik el a fiatal művész munkásságát. Van egy művészeti iskolánk, ahol nagyon régóta folyik a zongorista diákoknak a képzése, és hát Ábel büszkesége Fonyódnak, hiszen ő középiskolát végzett, és most fölvették az akadémiára, tehát ez egy nagyon fontos a művészeti iskolánk életében, hiszen több híres növendék mellett ő van most, aki a mai kornak a fiatal zongoristája, és nagyon sok koncertet ad Fonyódon. Végéhez ért a fejedelmi kincsek elnevezésű kiállítás a Kaposvári Riprónai Múzeumban. A különleges gyűjteményben rendszeresen tartottak tárlatvezetést, ahol Varga Máté régész kalózolta végig az érdeklődőket. Ősszel egy szintén numizmatikai kiállítás várja majd a múzeum látogatókat. Akkor az intézmény saját éremgyűjteményét mutatja be, olyan példányokkal, amelyeket vagy csak nagyon régen, vagy sosem láthatott a nagy közönség. Ezek általában azért is olyan értékesek, mert hogy az erdélyi fejedelemség az nem létezett olyan túl sokáig, és viszonylag kevés ideig bocsájtottak ki pénzt. Márciusban nyílt meg Kaposváron a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Múzeum vándortárlata. A ritkaságok összértéke 1,5 milliárd forint. Ezek kizárólag erdélyi pénzek, az erdélyi fejedelemség területén készült pénzek. Viszonylag olyan szűk időszakból származnak, mivel az erdélyi fejedelemség sem létezett sokáig, így a pénzek is olyan 120-130 év időszakát ölelik fel. És hát így a 1500-as évek második fele és a teljes 1600-as évekből találunk itt érméket. Mely fejedelemtől maradt meg a legtöbb érme, ami mondjuk itt látható? Itt Báthory Zsigmondtól találjuk a legtöbbet, ugye sokáig uralkodott, és hát általában minél tovább uralkodik egy uralkodó, annál több érmét ismerünk tőle. A kiállításban rendszeresen tartottak tárlatvezetéseket, így volt ez a kiállítás zárásakor is. Engem minden érdekel, ami a régiséggel kapcsolatban. Nem az érték miatt, hanem a tények miatt, tehát a régi magyar, tulajdonképpen a numizmatika arról, a motivumokról, az írásokról rengeteg mindent meg lehet állapítani. A tárlat alapját a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjában megvásárolt 220 darab ezüst tallér adja. Emellett a bank gyűjteményéből még 48 darab 16-17. Századi aranypénzt is bemutattak a kaposvári tárlaton. A ritkaságok mellett azok elkészítésének módját is meg lehetett ismerni a kiállításon. Mint azt Varga Máté mesélte, nagyon jó ötvösök dolgoztak Erdélyben, a pénzverő szerszámokat és a verőtöveket is ők készítették. Párhuzamosan egyszerre három
féle pénzverési módot is használhattak, ami azt jelenti, hogy haladtak a nyugat-európai újításokkal az erdélyi mesterek. Ez a hagyományos pénzverési mód, ezt ábrázolja a makett is, akkor lényegében van egy alsó verőtő, és van egy felső verőtő, az alsó verőtőt rögzítik, a kettő közé behelyeznek egy lapkát, és lényegében egy jó nagyot rá kell ütni egy kalapáccsal, és elkészül az érme. Viszont ugye ezek a tallérok már nagyok voltak ahhoz, hogy ezzel a módszerrel elkészítsék őket, ezért próbáltak kifejleszteni más módokat is. Van ez az úgynevezett ejtőműves verőgép, ami ugyanazon az elven működik, mint a hagyományos pénzverési mód. Az alul rögzítve van az alsó verőtő, ide be van helyezve szintén egy lapka, viszont a felső verőtő fölé egy nagy súly van helyezve, és ezt rá tudják ejteni a lapkára. És ezen kívül van még egy harmadik módszer is, ez egy ilyen hengeres préselőgép, amikor két henger alakú prés van, és e közé egy részszalagot helyeznek be, és hogy forgatják, így rákerül az adott minta. Az érmékre több jelzést is feltüntettek az ötvösök pénzverők. Például Bátorinak a pénzén is megfigyelhetjük, hogy más-más páncélok vannak rajta, más a jogar, változik a hajviselet, így nagyon sokféle variáció van. És a gyűjtők, ugye ez a törőgyűjtemény, amit megvásárolt a Magyar Nemzeti Bank, ők kifejezetten törekedtek arra, hogy minél több verőtő variációt összegyűjtsenek. Mi az, aminek rajta kellett lenni egy érmen? Itt majdnem mindegyik pénzen megtalálják az uralkodónak az arcképét. Ez mondható így kötelező elemnek, ezen kívül hát vagy a családi címer, vagy az erdélyi címer szintén megtalálta, vagy ezeknek egy ilyen ötvözete. És hát körirat is van szinte mindegyik érmén, mindegyik talléron, illetve aranypénzen. Ezeken általában meg az uralkodónak a neve és a hivatali címei, mely területek felett uralkodott, ezeket találjuk meg általában. Ez az éremkiállítás már egy újabb állomására költözött, de nem maradnak érdekes pénzek nélkül a múzeumlátogatók Kaposváron. Ősszel egy újabb numizmatikai tárlatnak ad otthont a Riprónai Múzeum, amelynek éremgyűjteménye az ókortól az 1700-as évekig tartalmaz darabokat. Érdekesség, hogy nagy részét vagy csak régen, vagy még sohasem láthatta a nagy közönség. Faragás, csiszolás és fúrás egy héten át alkottak a művészek Nagyatádon. Idén 11 szobrász érkezett a Rényaparti városba, hogy kedvére dolgozhasson, legyen szó fa vagy más alapanyag megformálásáról. A munkagépek zaja is jelezte, hogy alkotók vették birtokba a Nagyatádi Szoborpark műhelyét. Négy növény tartanak a lábai. Egy kerámia fa. A szobrászok 8 éve minden nyáron ellátogatnak Nagyatádra, hogy itt felszabadultan és kreatív légkörben tudjanak alkotni saját kedvük szerint. Éppen az a lényege, hogy ez egy szabad alkotó telep, nincs tematika. Ha valami tematika esetleg összefűzi ezt a csapatot itt, akkor természetesen a hely, mert technikát és anyagot kínál a hely, és akkor nyilván ez már egyszer egy tematika, meg ez egy fajta irányítottság. Az Eszterka gép is munkában volt az alkotótáborban. Nem csak Norbert, hanem Tamás is a simára formázott tárgyakkal dolgozott, egy asztalt készített. Mint mondta, a szabad alkotás mellett a hasonló gondolkodású művészekkel eltöltött idő is fontos egy ilyen programon. Általában koncepció szerint megyek egy művészeti szimpóziumra, de igazából 5 napunk van körülbelül arra, hogy itt valamit csináljunk, és azt gondolom, hogy ilyenkor sokkal lényegesebbek ezek a szakmai meg szociális kapcsolatok, az, hogy együtt van egy bizonyos érdeklődés körül emberből ennyi, az talán elindíthat valamit, tehát nem feltétlenül az a lényeg, amit készül. Thank you.
Lili egy tányér rakást faragott. Először agyagból mintázta meg a szobor vázlatát, azt követően nyúlt a fához. Azt mesélte, egy nap akár 5-7 órát is eltölt a formálódó fatömb mellett. Ritkán dolgozik ezzel az anyaggal, így az alkotótábor számára új technikák kipróbálását is jelentette. Sokféle anyaggal dolgozom, próbáltam eddig kétszer életemben, de nagyon szeretek faragni. Magát ezt az állapotot, ez a kicsit meditatív, monoton dolog, ez most nekem így jól esik. A nagyatádi szoborpark ideális helyszíne is vonza az alkotókat, akik a város zajától távol kedvükre dolgozhatnak. Minden évben megjövünk, elmegyünk szerszámot venni. Már mindenki tudja a városban, hogy a művésztelep, jaj, de jó, hol lehet megnézni, mi készül, és a többi. Tehát a másik az a hely adottságain túl ezek az emberi tényezők is, hogy mindannyian szeretünk ide jönni, mert mindenféle értelemben ez egy nyugodt, ideális hely arra, hogy az ember dolgozzon. Nem csak a fát alakították szoborrá a művészek Nagyatádon, Gergő lélekábrázolásokon dolgozott. Ezek fő nyersanyaga egy szintetikus gyurma. Ez egy kétkomponensű gyúrható epoxi gyanta, amit egy ilyen fél órás megmunkálás után lehet reszelni, mert annyira kikeményedik. Uh-huh. És mi lesz majd a kész alkotás? Milyen színű lesz? Így festéket kap, modellfestéket, tulajdonképpen egy bronz hatású felületet fogunk látni végeredményben. Az alkotás 4 figurája, bár különböző, mégis együttes erővel egy szekeret visz előre. Mint a szobrász mesélte, a letisztultság híve, munkaeszköze pedig a reszelő és a véső. Alkotásaival egyértelműen a szobrászat művészetének hódol. Talán ez a legfontosabb, ami életre hívta, hogy szobrászat legyen. Egyértelműen, nem valami határeset, nem ilyen műfajok közti kísérletezés, ilyesmi, hanem nyilvánvalóan besorolható legyen a tradícióhoz. A telephelyre összesen 11 művész költözött be az egyhetes programon. Portrék, tájképek és csendéletek a fotókon és a festményeken. Kajetán Jácint fotográfus és fenngyőző festő közös tárlaton mutatkozott be Fonyódon, a Feng Shui galériában. Kajetán Jácint fotóinak állandó témát ad a Balaton és Fonyód, de portrékat is szívesen készít, ezekből a munkáiból válogatott legutóbbi kiállítására. 2011 óta dolgozok itt Fonyódon, azóta rendszeresen járunk a Feng Shui galériába különböző kiállítások megnyitójára, és már azóta szinte az első után is látszott, hogy ez mekkora dolog, és nagyon örülök neki, hogy most nekem is megadatott ez a lehetőség, hogy fenngyőző barátommal együtt közösen, de kiállíthatunk a Feng Shui galériában. Két felé bontottam a képeket, az egyik vonal az egy szándékosan fekete-fehér és emberábrázolás, a másik pedig csak drónos fotókból álló képek. Próbáltam egy kicsit megmutatni azt a még azért újnak számító perspektívát, amit ugye a drónfotózás nyújt. Mint az alkotó mesélte, mindig van olyan fotó, amely közel áll a szívéhez. Az egyik kedvenc egy ilyen drónos éjszakai kép a fonyódi kilátóról készült. Ennek az a különlegesség, hogy egy expozícióból készült a kép, ugyanakkor ugye nagyon nehéz így megfotózni a kilátót. Van neki saját fénye is a díszkivilágítása által, és ugye a környezeti fényt is felhasználtam. Ezt a kettőt igyekeztem úgy arányba állítani, hogy egy expozícióval meg lehessen lőni a képet, és ez a kép amúgy az első drónfotó pályázaton a közönség kategóriában második helyezést ért el, tehát ilyen szempontból még büszke is lehetek rá. Kajetán Jácint mellett fent győző festőt is számos téma megihleti. Széles palettával dolgozom, a mostani kiállításra főként olaj és akril képeket hoztam, illetve néhány kisebb akvarelt,
ezek figurális témájúak, de foglalkozom az akt, illetve a figurális ábrázoláson kívül tájképekkel, illetve csendélettel. Én mindent szeretek festeni. A sárbogárdi alkotó először mutatta be munkáit Fonyódon a Kajetán Jácinttal közös tárlaton. Én igazából a Jácinttal, akit gyönyörű fotói láthatók, úgy ismerkedtem meg, ez egy kis kitérő, hogy együtt jártunk a fényképész tanfolyamra, és én azért lettem fényképész, mert a festmények miatt ugye nagyon nehéz elkapni ezeket a pillanatokat, amik itt a képen láthatók. A gyümölcs elfonnyad, a modell elfárad, a fény elmegy. Nekiálltam fotózni, és ez a fotózás, ez annyira kinőtte magát egy külön műfajjá, hogy aztán egyre többet fényképeztem, és igazából a festményeim is saját fotókon alapulnak többnyire. A fotográfus és a festő közös tárlata a Fonyódi Feng Shui galériában kapott helyet. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ennyi fért a heti mottónkba, Somogy kulturális híreivel. Egy hét múlva várjuk Önöket újra ide a képernyők elé. Híreinket, videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!